Először is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Tóth Andrea, Tíme, a Panka, így ismernek a szakmában vagyok. Az Aszfert Globál kelet-európai képviselője, növényorvos, szaktanácsadó. És szeretném bemutatni kollégámat, aki pedig a Care Center tulajdonosa, ügyvezetője és az Aszfert Globál magyarországi forgalmazója. És köszönjük a meghívást, meg köszönjük, hogy ebéd előtt még meghallgattuk bennünket. Egy pár szót, akkor a kezdődia. Egy kísérlet eredményeit fogjuk bemutatni, egy precíziós mezőgazdasági kísérlet, ami tápanyag, illetve hasznos mikroba, talajbaktérium, konzorcium együttes segítségével valósult meg, tehát egy modern burkolt műtrágya, illetve egy vetőmagcsávázó talaj mikroba konzorcium. Ennek az eredményeit fogjuk bemutatni Pankával. Köszönöm szépen. Tehát nem szeretném. Talán az előző Prega esemény alapján, illetve a marketing alapján már megismerhették az Aszfert Globált, mint portugál, illetve spanyol székhelyű céget, ahol ugye most a kelet-európai képviselőként vagyok itt Magyarországon jelen. Különböző forgalmazó, illetve gyártó helyeink vannak szerte a világon, mind Mexikóban, ugye, mint említettem, ugye a főszékhely a Spanyolországban, illetve Portugáliában van, illetve Dél-Afrikában van még a harmadik hely. De ahogy a térkép is mutatja, ugye szerten a világon több mint 25 országban már jelen van, illetve Kelet-Európát tekintve, ahol már vannak disztribútoraink, ott a volumenek folyamatosan növekednek, és robbanásszerűen jöttünk be Kelet-Európába tulajdonképpen, ahol pedig még nincsen piacunk, ott pedig a disztribútorok már nagy érdeklődést mutatnak. Mint amit szoktam mondani, úgymond az Aszfert Globálról és a küldetéséről, ezek általánosan felvetített szavak, amiket mondjuk esetleg marketingben lehet használni, így a termelésben, illetve manapság nagyon sokat lehet hallani. De nálunk az Aszfert Globálnál a környezetvédelem ugyanis azért nagyon fontos, mert mi természetes alapú trágyákat, illetve termésnövelő anyagokat forgalmazunk, bio-öko dolgokat. Ezek a természetes alapanyagok például ugye mikorhizzák, talajbaktériumok, és olyan formában megtalálható tápanyagok, amilyen formában a növénynek van szüksége rá, hiszen a növényben is egy adott formában van akár egy nitrogén, foszfor, kálium, és ezeket lekötik a mi termékeinkbe, és ezért különbözünk úgymond a többiektől, ezért figyeltem fel növényorvosként én is rájuk. Természetesen ugye a minőség és mennyiség az egy alapfogalom nálunk, és miért is azt is szeretnénk bemutatni, hogy azért is költséghatékony termelésről beszélünk, hogyha mi termékeinket is alkalmazzuk, mert ezzel tulajdonképpen feltétjük ugye az SAR, tehát a növény SAR immunrendszerét is, sokkal vitálisabb, egészségesebb növényeket kapunk, és azért is költséghatékony, mert mind a növényvédőszer mennyiséget, mind pedig a műtrágya mennyiséget ugye optimalizálni tudjuk ezeknek a termékeknek a használatával. Szerettem volna felvetíteni azt is, hogy akkor tulajdonképpen milyen kategóriánk vannak ugye a magyar megfelelésének, vagy a magyar termékkategóriáknak, hogyan felelünk meg. Vannak biostimulánsok, trágyák, amik ásványi anyagokat és szerves molekulákat tartalmaznak. Mikroorganizmusokon alapú trágyázó szerek, azok a hasznos gombák és baktériumok komplexei, tápelemekkel együtt. Valami pedig a kivonatok, amik növényi kivonatok, olajok és természetes eredetű molekulák. Ezeken a kategóriákon szeretnék keresztül menni, viszont egyet majd szeretnénk a végén részletezni kollégámmal. A biostimulánsok és trágyák között ugye inkább kiemeltem, ugye nyilván mivel a tápanyag utánpótlásban mi azt tudjuk, hogy az ionantagonizmus is ugye nyilván nagyon fontos szerepet játszik, ezért ugye az algával, mint természetes alapú tápanyaggal, hogyha ugye etetjük a talajunkat, nagyon sokan ugye hallottak már róla, akkor termékeinkben is megtalálható, illetve, mint azt már kiemeltem, tehát hogy nagyon fontos, hogy ne blokkolt formában legyen a tápanyag akár a talajban, vagy a növénynek elérhető szám, tehát hogy a növény számára elérhető legyen a talajban, úgyhogy ezeket kémiailag mi lekötöttük a termékekbe, és így a növény sokkal-sokkal jobban tudja hasznosítani ezeket a tápelemeket. A kivonatok azok pedig preventív hatással rendelkeznek, hiszen akár csak egy kuperdemről, amit már nagyon sokan ismernek, vagy a Microil, ugye a Kiplant VS04-ről, ők pedig olyan szerek, vagy olyan termékek, akik feltöltik a növényi immunrendszert, és ezért prevenciós jelleggel kiutathatóak, és a termékeink pont ezért a növénytermesztési technológiába, illetve a növényvédelembe szuperül beilleszthetőek.
És amit szerettünk volna ugye részletezni, mivel ugye talajról, szántóföldről beszélünk, és ugye az előzőekben ugye a kollégákhoz csatlakozva, ugye itt vannak a mikroorganizmusokon alapuló trágyázószerek, amik tulajdonképpen 3, illetve 2 az egybenek, mert nem csak tápanyagokat tartalmaznak, hanem hasznos talaj mikróbákat, baktériumokat és mikorhizza gombákat. Ezeket szeretnénk most részletezni, és 2 termékünk van, csak nem tudom, miért nem hozta be. 2 termékünk van, amik szintén talajbaktériumokat tartalmaznak, viszont amit szeretnénk részletezni, hogy a Kiplant Weekend az azért egy különleges termék, mert ő nem csak talajbaktériumokat tartalmaz, hanem mikorhizagombákat és 3 az 1-ben, tehát tápelemeket is. Ugye azt látjuk, ugye, hogy a szelektált hasznos talajbaktériumok összefüggésben vannak, szinergiában vannak a mikorhizzákkal. A tengeri hínár kivonat, a vas és a mangán pedig ugye az ion antagonizmus ellen ugye segíti feltölteni tápanyaggal tulajdonképpen a talajt és a növényeket. És ahogy ezt látjuk, természetesen ugye a komponensek, ugye a természetesek, a természetes komponensek. Igen, köszönöm. Amit itt szerettem volna ezeken a képeken kiemelni, hogy a Kiplant Weekend az csávázásra is alkalmas, nyilván természetesen fungicidekkel ugye vigyázni kell, viszont ugye a kiutatás az a magfelületen történik, illetve itt, ahogy látszik, ugye a paprika magokat kevertünk össze a szerrel. Ami különlegesség, amit szeretnék kiemelni, hogy ugye tudjuk, hogy mivel a baktériumok folyékony formában vannak általában a termékekben, itt jelen esetben porformában van benne a termékben, ami egy tulajdonképpen egy kiemelendő különlegesség, és természetesen ugye ez is ugye a Kára Chávez-a szeres technológiába nagyon szépen beilleszthető. Ja, most egy pár szót. Egyébként az előző diáról még annyi, hogy azért ez a termék attól függetlenül, hogy ilyen új ez a Mikroba Konzorcium, azért már fejlődik is, mert tavaly bizonyos vetőmagok esetében, mint például paprika, aminek ismerik, hogy fényes a felülete, illetve a kukorica, ott módosítani kellett a viaszt, és most beleraktak egy ilyen a statikus viaszt, ami jobban megtapad a felszínén ezeknek a magoknak, úgyhogy most idén odaadtuk pár vetőmagüzemnek, hogy próbálják meg, hogy ezek, mert például napraforgónál tökéletes volt a tapadás, mert azt emlékeztek, hogy kicsit szőrös a felülete, de úgyhogy ilyen technikai dolgokon mi is próbálunk segíteni. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Hódmezőgazda Hódagrár csoportnak, illetve hát a tulajdonosnak, az Axiálnak, akik nem csak a gépesítésbe, nem csak az automatizálásba, hanem a környezetvédelembe is úgymond élen járnak az országba. Ő tulajdonukban van a Kalász Kft. Beleden, aki ugye Nyugat-Magyarországon van, Mosó-Magyaróvár mellett. Ők már évek óta használják ezt a bizonyos plantakót, burkolt, karbamid alapú műtrágyánkat. Mert ők már évekkel ezelőtt felérték azt ésszel, hogy ebből a fajta poliuretán burokkal bevont ugye lassan tápanyagot kiadó, nitrogén tápanyagot kiadó műtrágyából elég 150 kiló. Míg egy kálcium-ammónium nitrát mondjuk 5-600 kiló kell. Igaz, hogy az csak 170 ezer forint tonnája, ennek meg 400 ezer, de hogyha elkezdünk számolni, akkor meglátjuk azt, hogy bizony a hagyományos burkolatlan műtrágyának több mint felét kidobjuk azonnal az ablakon a pénzt, ahogy kiadjuk. Tehát ők elkezdték használni ezt a kis mennyiségű burkolt karbamid alapú műtrágyát, és rájöttek, hogy ez nagyon jól működik, és biztonságba tartja az ő pénzüket, a tápanyagukat, és akkor pár év múlva elkezdtünk tovább gondolkodni, hogy hogy lehetne ezt tovább léptetni, úgymond a semmiből még egy kis nitrogént előállítani a levegőből, az azospirillum baktériumok segítségével, amik légnitrogént kötnek meg, és nitrát műtrágyába alakítanak, illetve ezeknek a hasznos gombáknak, szimbióta baktériumoknak a segítségével, hogy lehetne még több mezo- és mikroelemet kiaknázni a talajból, illetve hogy lehetne a növény vigorát egy kicsit stimulálni. Úgymond tudjuk, hogy ezek a mikroorganizmusok, gombák nem csak tápanyagot termelnek, nem csak vizet szállítanak, hanem egyrészt a kiültetett vak növényt kommunikációra késztetik, úgymond kommunikációs csatornát biztosítanak a növények között, meg másrészt termelnek ilyen biostimuláns hormonokat is, amik úgymond a növényt ösztönzik, mint egy jó kolléga, ahogy ösztönöz egy másik kollégát, ugyanúgy ösztönzik a növényt is arra, hogy jól működjenek.
léphetünk tovább, nem tudom, hogy kell léptetni, itt van, ja. Ugye ezt a bevonatozásos technológiát ismerjük, ez egy gyakorlatilag biopolimer, ugye gyakorlatilag poliuretán, ami ugye nevéből, hogy urea karbamid, érezzük, hogy ez a fajta biopolimer is nitrogén, tehát nem műanyagot juttatunk a talajba a burokkal, hanem másfél év alatt az is lebomlik nitrogénné. Ugye ez lassan a hőmérséklet emelkedésével lassan ereszti ki magából, és akkor se vészel a nitrogén, hogyha víz áll a talajon, akkor se, hogyha bármilyen körülmény fennáll, tehát nem párolog, nem eszi meg a talaj mikróba, mindig annyit adunk ki, és oda, a gyökérzónába, ahol a növény azt hasznosítja, tehát 100% hasznosulás. Léphetünk tovább. Ugye volt itt egy pár agresszív cikksorozat a helyi műtrágyagyártótól arról, bár én 30 éve ismerem már a tulajdonost, arról, hogy ugye ne használjanak karbamidot, nem jó a karbamid. Nem véletlenül kapnak a pluszpontot, ha karbamidot használnak. A karbamid még mindig egy nagyon jó, szerintünk a legjobb nitrogéntápanyag, illetve olcsó, a legolcsóbb. Másrészt pedig környezetbarát is, mivel szerves, ott látszik a molekula, hogy ez egy szerves nitrogén. Tehát valahol megújulóbb, mint mondjuk egy kalcium-ammónium nitrát. Léphetünk tovább. Napraforgóba, azt hiszem én mondom a napraforgót, vagy te? Na, szóval elvetettük Beleden a napraforgót és kukoricát. Én fogom ismertetni a napraforgó eredményeket. Rendszeresen kijártunk ellenőrizni a táblát. Már a vetést követő ugye pár hónapon belül is nagyon-nagyon szignifikánsan látszott a különbség a kezelt és a kezeletlen táblák között. A gyökérzóna közel dupla olyan volt, a elágazott finom gyökerek száma a kezelt növényeknél drámaian nagyobb volt, illetve magának a növénynek a mérete, a levelek száma, a magassága, minden jóval erősebb volt. Tehát látszott, hogy itt valahogy a motor jóval jobban működik annál a növénynél, ahol a vetőmagot vetés előtt kezeltük ezzel az övéken oltó anyaggal, ami egy nanopor rátapad a felületre, és a gyökecske, ahogy ki kell, azonnal kolonizálja, nem hagyja, hogy oda menjen a patogén, és ezek a szuper kollégák ott elkezdenek segíteni a növénynek. Vizet hoznak, tápanyagot hoznak neki, kommunikálnak vele, stimulálják különböző fitohormonokkal, illetve a legújabb kutatások szerint nem csak stimulálják, hanem képesek megváltoztatni a növény genomját is, tehát a mitokondriális DNS-t képesek átprogramozni. Tehát a gombának ezek a hifái olyan szinten be tudnak hatolni a növénybe, hogy úgymond nagyon-nagyon szoros együttműködést hoznak létre. Úgyhogy sejtettük, hogy jó lesz az eredmény. Folyamatosan küldtünk mintákat a velencei talajvédelmi laborba, a Nébikhez, illetve Pécsre a mikrobiológiai laborba. Ugye néztük a növénybe, a termésbe, illetve a virágba, hogy hogy alakulnak a tápanyagszintek. Ugye láthatjuk itt a különbséget, léphetünk tovább. Az eredmények a talajmikroba laborból látható, hogy az összcsíraszám csökkent, tehát a patogének megszűntek, nem tudtak odaférkőzni. Viszont a hasznos gombák száma szignifikánsan növekedett, ott látszik a zöld oszlopba, míg a nitrogén megkötő baktériumok száma hihetetlen mértékben megnőtt. Ezt hozzá kell tenni, hogy nem minden talajon volt így. Csináltunk kísérletet paprikába is, sívóhomok talajon, lakitelek mellett az Univernél, ott nem működött ilyen jól a nitrogén megkötő baktérium, tehát valószínű, hogy ezeknek a baktériumoknak, gombáknak azért szükségük van valamilyen mennyiségű szerves anyagra, kötöttségére a talajnak, tehát sívóhomokon nem biztos, hogy jól fog működni. Léphetünk tovább. A végén csináltunk tápanyagelemzést is a velencei laborba. Látható, hogy nem csak a mikro, nem csak a mezo, nem csak a makro, hanem gyakorlatilag minden tápelem szintje szignifikánsan nőtt annál a növénynél a gyökérzónába, illetve magába, később a levélbe, a termésbe is, ahol ez a konzorcium ott volt a kontrollhoz képest. Ezek tényleg jelentős mennyiségek, tehát nem kis mennyiségű tápanyaghoz juttattuk a növényt ingyenesen a levegőből, és kiaknázva a talaj erőforrásait. Nyilván a talajnak kell, hogy legyen erőforrása, egy sívó homokból nincs mit feltárjunk tápanyagot. Tehát nyilván azért kell egy ásványi, illetve egy szerves anyagmennyiség. Léphetünk tovább. Itt láthatók ugye a többi talaj, illetve levélanalízis, az előbbi volt ugye a talaj, ez a levélanalízis, tehát mind a talajban, mind a levélbe nőtt a makro, a mezo és a mikroelemek száma jelentősen a kezeltnél. Itt már sejtettük, hogy jó lesz az eredmény, a következő diát kérem. Láthatjuk, hogy itt bizony a hozam növekedés,
20%-ot elért. Tehát napraforgóba gyakorlatilag ezzel a kis mennyiségű bevonatos karbamiddal, 150 kg, illetve mellette ez a kis mennyiségű elenyésző költségű talajmikroba konzorcium oltóanyag gyakorlatilag egy álomjó eredményt tudott hozni, amellett, hogy azért nem volt olyan jó idén a termés sehol se, főleg őnáluk. Amúgy ez egy elég kötött, elég sovány talaj, tehát nem könnyű rajta gazdálkodni, nagyon könnyen letömörödik, de mégis azért jobb, mint egy homok, tehát volt mit belőle föltárni, illetve a baktérium meg tudott tapadni, úgyhogy gyakorlatilag ez volt a napraforgó hozam. A kukoricát kolléganő fogja ismertetni. Igen, és akkor igazából befejezésképpen ugye a kukoricánál is nagyon szuper eredmények jöttek. Szerintem ugye a képek, vagy illetve majd a következő képek is önmagukért fognak beszélni. Amit én szeretnék hozzátenni, hogy a kukoricánál mondjuk látványos, ugyanúgy, mint a napraforgónál, hogy a zöld tömeg és ugye a gyökérzet, hogy hogyan változott. Itt a kukoricánál talán ugye a magasság, a növénymagasságba és a hozamba láttunk így ránézésre eredményeket, illetve ugye a gyökérzetnél is nagyon szépen látszik. Amit én még szeretnék úgymond szakmailag egy kicsit hozzátenni, hogy ugye Laci említette azt, hogy akár génexpressziós szinten is hatással vannak ezek a mikorhizzák és a talajbaktériumok a növényre. Tehát, hogy milyen fehérjéket fognak utána vagy illetve fejleszteni, vagy ugye termelni saját magukban, akár sejtszinten. És pont azért kezdtem el velük foglalkozni, mert az egyetemen a PhD kutatásomat is erre alapozom, hogy látjuk az eredményeket, igen, csak akkor genetikai szinten is nézzük meg, ugye a legmélyebb sejt molekuláris szinten, hogy akkor hogyan működnek, és miért tulajdonképpen. Meg amit említett ugye a Laci is, hogy ugye homokon nem ajánljuk, de hát miért? Mert a homok gyorsan felmelegszik, gyorsan változik, kimosódik. Tehát, hogyha a talajbaktériumokat, és egyébként bármely más talajbaktériumot, és mikorhizzát kiutatunk ugye a talajra, akkor az azért nem fog működni, illetve csak ugye az első pár hónapban, illetve a paprikánál azt tapasztaltuk, hogy az első hónapban, mert akkor még ott marad a talajban, de ugye utána már nem lesz. Tehát utána már mobilis lesz, kimosódik, és nem fog ott maradni. Tehát ugye azért arra nem ajánljuk, de alapvetően ugye a kukoricát napraforgót, azt nem feltétlenül homoktalajon termesztünk. És akkor itt pontosan ugye ezért is látszódnak a kukorica eredményei. Szerintem ugyanúgy az eredményeket nagyon szépen kiemeltük. Ugye 18%-os hozamnövekedést figyelhetünk meg. Az átlagos víztartalma is a kukoricának megnőtt. Tehát így ugye többet is nyomott. És ez a 18% ez igen sokat számít. Tehát amiket végül is így szeretnék összefoglalni, úgymond az Asfergoval termékeiből. Sajnát így vissza. Nem tudom, mindegy, összefoglalom ugye előnyébe. Tehát, hogy a technológia, az bármilyen technológiában úgymond ezeket a természetes alapanyagú tápelemeket, tulajdonképpen, hogyha kijuttatjuk, és megfelelő formában van a növény számára, akár a talajban, akár ugye komplex tápanyag formában, amit kijuttatunk, akkor azt a növény sokkal gyorsabban és jobban fel tudja venni, és sokkal jobban hasznosítani. Nagyon sok esetben jártunk úgy, hogy foszfor túlsúlyos volt, vagy nitrogén túlsúlyos volt ugye a föld, nem tudta a növény hasznosítani, viszont a talaj mint a vizsgálatok azok teljes mértékben ugye kihozták az eredményeket, hogy ott van a tápanyag a talajban, de nem tudja felvenni a növény. Ezért, amikor ugye a talajbaktériumok felbontják ezeket a tápanyagokat, akkor utána már mobilis, ugye megfelelő formában, olyan formában, ami a növényben van benne, azt fel tudja venni, és akkor igazából könnyítünk ezekkel a szerekkel rajta. Ezek természetes alapúak, mint ugye folyamatosan ugye kiemelem, tehát hogy ezért tulajdonképpen optimalizáljuk a kijuttatott műtrágyának a hasznosulását is. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. És van itt egy asztalunk, szívesen várunk mindenkit, azt is, aki ki akarja próbálni, azt is, aki érdeklődik iránta. A biológiai megoldásokban nem hisznek az emberek, amíg nem próbálják ki, de ha kipróbálták, utána már meggyőző mindenki számára. Úgyhogy legyünk nyitottak az újra, és precíziósak legyünk. Köszönjük szépen.